Magyarországon még csak dél volt, amikor Új-Zélandon már éjfélt ütött az óra, és az ott élők átléptek a 2019-es évbe. Nem sokkal később Ausztrália nagy részén, így Sydneyben is már az új évet köszöntötték. Az ausztrál nagyvárosban 1,5 millió ember nézte élőben a minden eddiginél monumentálisabb tűzijátékot. Észak-Koreában, Fennyánban szintén tűzijátékkal és hatalmas koncerttel ünnepelték az új évet éjféltájban. Tajvan fővárosában a Taipei 101 névre hallgató 101 emeletes épület állt az ünnepi fényjáték középpontjában. Hongkongban a Victoria kikötőben a vízről és a szárazföldről is lőttek fel látványos és nagyon színes tűzijátékot. Pekingben pedig hatalmas showműsorral, óriási panda és jegesmedve figurákkal szórakoztatták az embereket. Dubajban a világ legmagasabb épületét, a 828 méter magas Burj Khalifát öltöztették ünnepi fényekbe.